Magyarországon 1000 lakóra átlagosan 390 autó jut, ám ez az arány a fővárosban másfélszer ekkora, és a növekedés az elmúlt egy-másfél évtizedben rendkívül nagy volt. Ez azt jelenti, hogy nem csak a közlekedésben, az utakon romlik a helyzet, hanem a parkolás is egyre nehezebb. Ráadásul a korábban tervbe vett parkolóházak nem épültek meg, sőt az újépítésű társasházakhoz sincs elég parkoló vagy garázs, mert azokat pénzzel is megválthatja a kivitelező. A pénzzel megváltott garázsokat az önkormányzatok viszont általában nem építik meg, vagyis a helyzet tovább romlik. Budapesten több mint 6 millió forintba kerül átlagosan egy garázs átlagos ára, és hogyha bérelni szeretne valaki, akkor is havonta átlagosan 25 ezer forintot kell ezért fizetni. Az is szembetűnő, hogy milyen nagy különbségek vannak az egyes parkolóhelyek értéke között kerületenként, hiszen átlagosan a legtöbbet az 5. kerületben kellene fizetni a parkolóhelyekért, ha lenne eladó garázs, de ott az elmúlt 1-2 évben nem jelent meg eladó parkolóhely a kínálatban. 2019-ben és 2020 elején volt utoljára eladó garázs az 5. kerületben, akkor 14-15 millió forintot kértek ezért. Ekkora összegért a külső kerületekben már egy kis garzonlakást is meg lehet vásárolni. A legolcsóbbak pedig a 21-23. Kerületi parkolóhelyek, itt alig 3,7-4 millió forintot kell átlagosan fizetni ezekért. A több lépcsőben épülő lakóparkoknál egyre gyakrabban fordul elő, hogy a belső összekötő utakat használják parkolásra az ott élők. Ezzel a garázs árát is szeretnék megspórolni. Ám a szakértők szerint ez hosszú távon nem megoldás. Ráadásul a közelben garázst sem tudnak venni a későn eszmélők. Azt látjuk, hogy vannak olyan befektetők, akik kifejezetten parkolóhelyekre és garázsokra specializálódtak. Ha megnézzük azt, hogy mennyi hozamot lehet elérni, mind a bérbeadásból, mind pedig az értéknövekményből egy kiadó lakás esetén, akkor szinte már a garázsok jobb, magasabb hozammal rendelkeznek, százalékosan kifejezve, mint amit egy lakás bérbeadásából realizálhatnak a befektetők. Márpedig a garázsoknak számukra megvan az az előnye, hogy ott nem kell attól tartani, hogy a bérlő lelakja az ingatlan, nem fizeti ki a rezsiköltséget, hiszen ott sokszor csak egy 6-8 négyzetméteres autóbeállóról vagy egy területről beszélünk, amit akár 20-30-40, az 5. kerületben pedig akár 50 ezer forintért is bérbe lehet adni átlagosan. A befektetők megjelenése az amúgy is szűkös garázs, illetve parkolóhely piacon nem sok jót jelent az autósok számára. Ám az egyébként is drága garázsokra másnak is fáj a foga. A társasházban élő többi tulajdonos is előszeretettel vadásza ezeket a garázsbeállókat vagy parkolókat, amiben nagy segítséget nyújt számukra azok a bírósági ítéletek, amik kimondják, hogy nem zárható ki például egy teremgarázsban található parkolóhely értékesítéséből a többi tulajdonost, nem zárható ki az elővásárlási joguk, ezért vannak olyan társtulajdonosok, akik arra specializálódtak, hogy 1-2-3 évvel ezelőtt végbe ment ügyleteket támadnak meg a bíróságon előtt, hogy nem engedték gyakorolni az elővásárlási jogukat, így ők 1-2-3 évvel ezelőtti árszinten vásárolhatják meg ezeket az ingatlanokat, amivel, hogyha azonnal piacra lépnek, akár több millió forintot tudnak keresni. Balogh László szerint a jelenleg is magas garázsárak ellenére a tendencia folytatódik, vagyis a fővárosi garázsok és parkolóhelyek ára a közeljövőben a lakásáraknál is nagyobb mértékben emelkedhet.